Na üdvözlök mindenkit, váltok a mikrofonba kéne beszélni. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Tauriák csatorna, és rengetegen kértétek, hogy legyen egy videó a sorozatokról is, ugyanis volt még augusztusban egy videó arról, hogy hát ugye a filmek, a filmeket összeszedtük 2028-ig, nagyjából a Marvel-nek a tervezetet, amit mi is látunk, nagyjából 2028-ig látál a mi szemünk is így plegykált, vagy hivatalos bejelentett projektek alapján. A sorozatok az kicsit más, mert ott más, hogy vannak a bejelentések, más, nem nincs is olyan sok projekt jelenleg bejelentve, mint mondjuk pár évvel ezelőtt, tehát visszaállnak a filmekre, ami egyébként egy jó jel. És úgy gondoltam, hogy a júliusi gigamaratonnál úgy is volt sikere ezeknek a szemtől szemben lévő videóknak, mert mondtam egyébként az MFT sokban, hogy, hogy, azért minden hónapban egy-két ilyen videót szeretnék, ez a videó, ebben a hónapban ez a videó lesz. Tehát most megnézzük szépen a, a, hogy milyen sorozatok vannak készülőben a Wikipédiát fogjuk használni segítségként. Szóval itt vagyunk, remélem minden jól, jól látszik. Ugye a legutóbbi sorozatunk az a... Megnézzük az élőszereplős és az animációs részleget is, de most a television vagyunk. Ugye a legutóbbi élőszereplős sorozatunk az az Echo volt, az volt az egyetlen egy olyan Disney plus sorozat, Marvel szinten, amit egyszerre kiadtak, ugye itt lehet látni, ugye már ugye ez most csak az ötödik fázis, de... Akkor itt van a negyedik fázis, WandaVision, ugye ott, ott két hónapig ment az egész ugyanez igaz, nem hát itt csak egy hónapig ment a Falcon and the Winter Soldier, a Loki az szintén egy hónapig ment a Vatif, ugye az animáció, érdekes itt belefogják az animációs részleget a Vatifnak, érdekes. A Vatif az, mondjuk hát igen, mert ugye az tényleg, az tényleg annak van köze valami szintén az élőszereplős részhez, főleg ugye a Deus 3 után ugye azt megtudtuk, a Vatif az ugye 900 is volt, szóval az, 2, kettő, hát majdnem két hónapos volt. A Hulk ez egy hónapig tartott karácsonyig, ugye ha remélem hamarosan kapom még egy ilyen karácsonyi dolgot, nem fettek a Hulk, a Moon Knight az szintén másfél hónap, már vel, egy hónap, és a she az kettő hónapig tartott. És akkor itt van a PS5, egy hónapig tartott a Secret Invasion, a Loki szintén egy hónapig tartott a Vatif. Az csak egy hétig, mert ugye ott úgy rakták ki a részeket, hogy hogy minden nap jött egy, és akkor így nagyjából, hát 10, 9 nap, tehát nap volt. Az Echo, az ugye egy nap kiadták mind az öt részt, és akkor most jön az Agata, tehát ez a következő az Agata, ami kettő hónapig fog tartani, mert 9 része van. Tehát szeptember 18 tehát november, hát inkább eleje, mint közepe, de majdnem közel kettő hónap. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogy megnézve tényleg, ugye mindig mondjuk kritikaként, hogy a sorozatok nincsenek jól elosztva, tehát ezzel csak annyit akarunk mondani, amúgy itt is itt vannak az animációsok. Akkor nem szóltam, csak az izét nem rakták ide az X-Men. Például egy Agatha 9 részt kap, egy, egy, egy Shiha 9 részt kap, miközben egy Moon Knight, egy Secret Invasion, egy Loki pedig csak 6 Ez mindig um, érdekesen néz ki. De hát ezzel mi nem tudunk sokat tenni. Szóval Agatha Arról ugye majd jövő héten indul a sorozat, ugye elég inkább azért is tartogattam ezt így ugye majd ugye a végére. Ugye nagyon pici maratont fog kapni, a legkisebbet, a, az alapot, három videó jön a premier előtt. Hát közösen megnézzük, hát nem tudom, érdekes lehet. hullambölgyös a hype ez iránt? Az elején nem vártam, aztán jött egy pici várás, aztán nagyon nem vártam. Most az Ultronos hír miatt egy picit megint elkezdtem várni, nem tudom. A videót egyébként uh, szeptember, augusztus 27-én veszem fel, szóval még van három hét a premierig, de de hát szerintem ez olyan sokat már nem fog változni ezek az érzések. Szóval ahol, ahol, az egészen november 6-ig eltart. Utána jön az Ace of Wakanda animációs sorozat, ami viszont tevileg kánon az MCU-val. Um, ennek ez csak négy részes lesz, szerintem amúgy ezt egyszer fogják kérni, ezt a négy rész csak úgy, mint az echo -nál. és ez még idén kijön, és a Spider-Man animációs sorozat, ami nem kánon, mert eleinte úgy volt, hogy ez a Tom Holland-es Pukembernek lesz az előzménye, de gondolom, hát végül ezt itt kellettek volna jók, végül egy teljesen különálló Pókember sorozat lesz animáció szintén. a plekkák szerint 9 része, lesz, de még nincs hivatalos, és ugye ez is idére van bejelentve, Sőt, ennek már ugye van premier látom, azt hiszem november 2, szóval ez érdekes. 2025-ben nem jön olyan sok sorozat, jön a Daredevil Born Again márciusban, a 9 része, ugye ez kettő lesz, a szeptemberben kezdődik a második a évada ennek az egésznek, ez 2025 márciusában indul. Hát nagyjából az ugye, ugye februárban jön a Kapitány 4, öm, április végén jön a, 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 Thunderbolts, és ugye egy 9 részes Daredevil, az ugye ki lehet nyújtani két hónapra, vagy egy 9 hétre, szóval simán lesz, hogy a két film közé rakják ezt be, a simán kijön, szerintem eleve ugye a, a Amerika Kapitány és a Thunderbolts is eléggé utcai szelleme, a Daredevil meg még inkább, szóval nem hiszem, hogy olyan sok közel lesz egymásnak a, a, ennek, ennek, ennek így de szerintem jó pofa lenne, hogyha tényleg lenne egy jó kis február, március, áprilisunk, februárban ugye, hát az biztos, hogy márciusban ugye megy, ez már a március is, szóval márciusban biztos kapunk Derdavilt, de az mindenképp, hogyha csak márciusban indul, akkor mindenképpen kinyúlik a thunderbolt de szerintem lehetne az, hogy, hogy teljesen közötte lesz az összes rész, szerintem az tök jó foglalkoztatottságot ad. Ironheart szintén jövőre érkezik, 6 2020 2026 még nincs pontos premier látom ez őszintén a legkevésbé sem érdekel. Nem érdekelnek a kommentek, bocsánat, hogy ez a legfontosabb, egyik legfontosabb, vagy nagyon-nagyon fontos képregényes karakter, nem tud érdekelni sajnálom. És akkor ugye, amiről beszéltünk, hogy ö, lesz még egy Vision sorozat, még a 6. fázisban, 2026-ban, ebbe fog majd visszatérni Ultron, és ennek, hát ugye, egy ilyen sorozat trilógiát kapunk, a Vanda Vision a Vision között, ezek így egymáshoz valamilyen szinten kapcsolni fognak, de az Agata inkább egy kicsit kilógós, mint a másik kettő, mert azok tényleg valószínűleg jobban kapcsolódnak egymáshoz, de az Agata is valószínűleg kapcsolódni fog a Vision sorozathoz, hát már nyilván a Vanda is, de az ilyen hivatalos. És akkor vannak még future sorozatok, amik, amik még, meg, még, még, nincsen pontos premier dátumok, hát igen, erről a kettőről beszéltünk, mert itt szerintem ez nincsen frissítve, mert mert hát a Wakanda sorozat azt szerintem ma izé, az Ace of Wakanda, meg hát itt van a Friendly Jó, ja, nem, bocsánat, lesz egy Wakanda sorozat? Igen, azt hiszem valami, valami terve van az Ace of Wakandan kívül is. Na most erről itt most, hát én nincsen. Hát igen, azt, szerintem ez így nagyon, most ez, szerintem ez nem az Ace of Wakanda, de majd kiavítanak a kommentbe, vagy beírom. Külön majd csinálok egy vágás és írok majd valamit. Aztán ugye lesz a második évad a Friday a spider man jön a Marvel Zombies első szezone, a Wonder Man első szezone is 10 Van lesz hát egy Nova Series, az is még ugye tervben van, valamint a Vati harmadik évad, és a második évada, meg ugye az X-Men 97 második és harmadik évada is terben van. És akkor várjátok ide, le van írva. Aha, ez nem az Ace of Wakanda lesz, hanem ez egy külön élő szereplős Wakanda sorozat. Rendben. És hány részet kap? Ja, az nincs lejom. Na, ez érdekes. És ugye. Jó, oké, csináljuk, ez azt mondom, hogy ez. Ez jól hangzik. Lehet, hogy ebből még lesz valami. Ja. Hát viszont így ennyi. Ennyi tudunk ezekről, vagy hogy mik érkeznek, olyan sokat azért nem tudunk ezekről beszélni. Leginkább ugye, ami nagyon érdekes, az a Daredevil szerintem, ugye, ami most így aktuális, az az Agata, aztán aztán meg a Vision sorozat, hát ez a három, ami igazán érdekel. Animáció szintén talán a Vati harmadik évad, amit egyébként elleg idénre mondtak, de még ugye nincs hivatalos premier dátuma, de most lesznek érdekes részek szerintem. Szóval igen, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszik ez a formátum, lesz még ilyen videó, találkozunk jövő héten az a premier maratonján, hétfőtől kezdünk, szóval maradjatok velünk, iratkozzatok fel, szép hétvégét, sziasztok!